több mint 760 méter hosszban, 4 méter szélességben aszfaltozták le a Gálya utcát Kisteleki szőlőben. Ehhez az érintett útszakaszon másfél-másfél méteres patka is épült, amely kivitelezéséhez szükség volt az utcában lakók összefogására is. Ahhoz, hogy ezt az utat meg tudjuk építeni idén, ehhez 3-4 év kemény munkája kellett, mind az önkormányzat részéről, mind a lakóknak a hozzáállása részéről, mert ugye Kisteleki szőlőben vagyunk, ahol sajnos nem mindenhol állnak rendelkezésre azok az útterületek, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen aszfaltutat tudjunk kiépíteni. Itt a Gálya utcán hál' Istennek a lakók megértették azt, amit az önkormányzat felvázolt eléjük, és átadták azokat a területeket, ami kellett ahhoz, hogy megépítsük az utat. Dicső Péter elmondta, Nyíregyházán önkormányzati tulajdonban és a Nyír VV kezelésében mintegy 600 kilométernyi út van nyilvántartva, melyek közel fele szilárd burkolatú. Az elmúlt évek során jelentősen nőtt az aszfaltozott utak hossza, azonban a beruházások sikeréhez elengedhetetlen a lakossági összefogás. Minden utcában kellene, mint ahogy a Gálya utcában is volt, 2-3 aktív lakó, aki elsősorban és először felkeresi a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályát, ahol megkapja azokat a szükséges adatokat, nyomtatványokat, amik ahhoz kellenek, hogy a lakók le tudjanak mondani térítésmentesen ezekről az útterületekről, amikről korábban beszéltünk. Nyilván ennek fejében az önkormányzattal majd minden egyes ingatlan tulajdonos szerződést fog kötni, és minden egyes ingatlan vonatkozásában különböző specialitásokkal kiegészítve aláírásra kerül majd a szerződés. Az önkormányzat vállal mindenféle olyan költséget, ami a kerítés áthelyezés, közmű, csonkok áthelyezése, földhivatali ügyintézések. Ezért cserében azt várja, hogy a lakók térítésmentesen mondjanak le ezekről a területekről. A Gálya utca mellett a Felhő utcán és a Felhő közben is épült új aszfaltút, szintén a lakók összefogásának köszönhetően. Emellett az év elején egy nagyobb parkolót is felújítottak a Tünde utcán, és folyamatban van a nagy felületű útjavítási projekt is, amely összesen 17 utcát érint városszerte.